A visszaemlékezések szerint mindig mosolyogva mesélte, hogy mennyire furcsán néztek rá a férfiak, amikor egyedüli nőként beült az iskolapadba, a gúnyolódásokat pedig a fölényes magatartásával némította el. Ő volt ugyanis az első nő, aki egyetemre járhatott Magyarországon. Sokat dolgozott a magyar nők érdekeiért és a gyermekek védelméért. 1904-ben megalapította a Magyar Feministák Egyesületét, méghozzá azzal a Schwimmer Rózsával, aki a világ első női nagykövete volt. Ennek az egyesületnek köszönhető, hogy 1918-ban a magyar nők végre választójogot kaptak.